Akkor nagyon megnyitottak Hajr Attila gyári igazgató, tehát a főtámogatom volt ebben a rendezvényben, Molnár Miklós alpolgármester urat, és minden vendégünket, az oktatás szakmaképviselőit, Pozor István tankerületi igazgató urat, valamint kollégákat, diákjainkat. Az iskolákban a mindennapok a tanításhoz szólnak, és mindenképpen a minél hatékonyabb tanításról, oktatásról kell, hogy szóljanak. És ennek természetesen feltételei vannak. A szakképzésben mindig fontos követelmény volt a folyamatos korszerűsítés, és ez napjainkban még fontosabb a régió ipari fejlődésével és a szakképzett munkaerő iránti igény növekedésével. Gyakorlatilag itt, ahol most állunk, ez egy céges támogatással kialakított, felújított oktatólabor, és itt kiemelném gyakorlatilag az ipar és az oktatás kapcsolatát. Ez egy kezdőpont, ahogyan egyeztettük is, gyakorlatilag egy fejlesztésnek a kezdete, a céges, mégpedig a JEBIL támogatásával létrejött.